Valószínűleg ez a mondat a helyzetnek és a kameráknak szólt elsősorban. A pedagógusok tapasztalata az, hogy a gyerekek cukros üdítőket és energiaitalokat isznak napközben, és hallani sem akarnak a vízivásról. Ezt a tendenciát szeretné megváltoztatni ez a kampány is, mely elsősorban a csapvízfogyasztás előnyeidől győzi meg az iskolásokat. Mindennek van egy környezetvédelmet szolgáló nézőpontja is. Minden tavaszon szemétszedési vagy hulladékgyűjtési akciókat szervezünk, de azért tavaszon, mert a legkevesebb a borítottság, de változatlanul minden út mentén, amerre emberek mennek. Én nem tudom, annyira önkéntesen letekerik az ablakot az ember, hogy már röpül is kifelé, tök mindegy, mi az. Lehet alumínium kispalack, energiaital, ezek a pici, rövidítalós üvegek, műanyagok mindenhova repkednek. Az Országos Könyvtári Napok keretében szervezték Bogyiszlón az előadást és a víztisztító üzem látogatását. A mai napra pedig meghívtuk az Erőv Vízi Közmű ZRT vezérigazgatóját, Arti Andrásnét, hogy a Bogyiszlói Általános Iskola diákjainak a csapvíz fontosságáról tartson előadást, ami azért is nagyon lényeges, mert ugye elindult már ezzel kapcsolatban egy ilyen turné, hogy több helyre járnak el, és beszélnek a gyerekeknek erről, hogy ők bennük is tudatosuljon, hogy mennyire lényeges dolog ez. Évente megközelítően 300 ezer tonna műanyagpalack kerül a szemétbe. Arról nem is beszélve, hogy a bennük lévő vizek minősége vagy élettani hatása sok esetben rosszabb, mint a csapvízé. De jó, ugye?